felszólalni szándékozó képviselőt, és hogyha ez így marad, már pedig így maradt, akkor megkérdezem Bánki Erik képviselőt az előterjesztők nevében, hogy kíván-e a vitában elhangzottakra válaszolni, összegezni. Tessék parancsolni, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Tekintettel arra, hogy 14:30 elmúlott, nem húznám tovább a képviselőtársaim idejét. Örülök annak, hogy tucatnyi hozzászólás érkezett, normál hozzászólás. Ez is azt jelzi, hogy annak ellenére, hogy 4:12 után kezdődött a törvényjavaslat vitája, mégis képviselőtársaim fontosnak érezték azt, hogy elmondják egyrészt frakciójuk álláspontját, másrészt saját véleményüket az általunk benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatban. Összegzésként megállapítom, hogy bár nyilván sok kérdés tisztázatlannak tűnt a képviselőtársaim számára, ezekben a kérdésekben úgy érzem, hogy a kétperces hozzászólásokban meg tudtuk adni a szükséges válaszokat. Köszönöm azokat a javaslatokat, amelyek jobbító szándékkal és annak érdekében, hogy a törvényjavaslat vitája során még módosító indítványokkal ezeket a pontatlanságokat tudjuk kiküszöbölni, ezeket a felvetéseket, illetve azokat az új elemeket, amelyek eddig még a vita korábbi szakaszában nem kerültek napirendre. A összegzésképpen azt tudnám mondani, hogy azt is köszönettel fogadom, hogy gyakorlatilag valamennyi frakció kifejezte azt a szándékát, hogy támogatja a törvényjavaslatot, tehát azt gondolom, hogy újra kifejeződik az a magyar parlamentben, ami korábban már számtalan kérdésben bebizonyosodott, hogy a sport valóban egy olyan terület, amelyben van egyetértés a parlamenti pártok között, és bízom abban, hogy a módosító indítványok közül nyilván többet be fogunk tudni fogadni, amiket már most át tudtam nézni. Ezzel megteremtjük annak a lehetőségét, hogy minél nagyobb arányban támogatásra lejjenek ezek a javaslatok. Elnök úr, többet nem szeretnék most az általános lezárásaként, összefoglalóként elmondani. Nyilván holnap a részletes vita során előkerülnek a konkrét javaslatok, akkor azt gondolom, hogy majd visszatudunk térni a módosító indítványok kapcsán arra, hogy melyek azok a pontok, amelyeknek a módosítását támogatjuk, és mi lesz az a végleges formája a törvényjavaslatnak, amelyet majd el tudunk fogadni. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek az együttműködését, és azt, hogy elmondta a véleményét. Holnap a részletes vita során reményeim szerint újra találkozunk. Köszönöm a szót. Köszönjük szépen, elnök úr, igazán nem erőltetem, hogy tovább összegezzen. A gyors egyeztetés után rájöttünk, hogy a 14:30 időpontnak megfelelően a forgatókönyvemben szereplő holnap a részletes vitára sor kerül, kifejezés helyett a ma sor kerül a részletes vitárát fogom használni. Minden esetre módosító javaslat érkezett a javaslathoz. Lezárom tehát a mostani vitát, tisztelt országgyűlés. Mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, de kérem, ne menjenek sehova, hiszen van az országgyűlés mai ülésnapjának, a tegnapinak, amit most folytatunk. Ugi Attila képviselő úr jelentkezett napirend utáni felszólalásra 5 percben a közterületi emlékmű állítás viszontagságai címmel. Kérem, hogy a sportos kollégák is várják meg, mert ha ketten maradunk képviselő úrral, akkor az igencsak furcsán fogja kivenni magát. Képviselő úr, önnél szó. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, nem vagyok egyszerű helyzetben itt éjszaka. Fenntartom önöket egy ilyen témával, ami nem feltétlenül érdekli önöket. Főleg ezután az izgalmas, érdekfeszítő vita után, de azért engedjenek meg egy történetet, amit szeretnék megosztani a közterületi emlékmű állítással kapcsolatban a tisztelt országgyűléssel. Amikor Napóleon Bécs városához érkezett 1805-ben, akkor megkérdezte tanácsadóját, hogy mit tehetne, vagy mit tegyen a magyarokkal, a rebelis magyarokkal, akkor azt mondta neki tanácsadója, hogy szüntesd meg a múltjukat, szüntesd meg az emlékeiket, és akkor ezzel egy időben gyakorlatilag eléred azt, hogy bármit meg tudsz velük csinálni, illetve bármit megtehetsz velük, amit akarsz. Gyakorlatilag ez jutott eszembe akkor 2008 második felében, amikor egy kis kalotaszegi településnek, Körösfőnek a delegációjának a kérését próbáltam a fővárosi közgyűlésben érvényre juttatni, ugyanis azt szerették volna, hogy Vasvári Pálnak, a 48-as magyar ifjúnak, annak a honvédtisztnek, aki egyébként a
pákozdi csatában Jelasics ellen szabad csapatot szervezett, majd pedig 1849-ben Erdélyben, az erdélyi Szigethegységben a egyik Rákóczi szabadcsapatnak volt a vezetője, és irányította Avram Jankú felkelőivel szemben, és védte Avram Jankú felkelőivel szemben az erdélyi Szigethegységben a magyar érdekeket, illetve a magyar falvakat, és 1849. augusztus 2-án botrányos körülmények között gyakorlatilag egy vérengzés áldozatává vált. Ennek az embernek szerettek volna emlékhelyet állítani Körösfő lakói, azért Körösfő lakói, mert Körösfő határában történt ez a csata, fönt a Funtinelli síkon, az Erdély-Szigethegységben. Gyakorlatilag a 160. évfordulója szerettek volna kopjafát állítani, Budapesthez fordultak, főpolgármesterhez fordultak, a hivatalhoz fordultak is, gyakorlatilag 3-4 hónap keserves munkájának a végeredményeként oda jutottunk, hogy hiába van még hátra közel 8 hónap a 160. évfordulóig, az elesésének, a halálának a 160. évfordulójáig, nem lesz már lehetőség és alkalom arra, hogy emléket állítsunk nekik. És ekkor ötlött fel a gondolat az, hogy hogyan lehetne kijátszani, hogyan lehetne túljárni a jogalkotónak az eszén, hogyan lehetne mégiscsak lehetőséget biztosítani arra, hogy ez a kopjafa és az emlékhely Budapesten létrejöjjön. A városvezetők nem voltak ebben partnerek, ők inkább a hatályos román történetírásnak adtak igazat, akik azt mondták, hogy Vasvári Pál román falu volt, ezért nem érdemel semmilyen emlékhelyet Romániában, ezek szerint Budapesten sem. Ennek következtében nem nyújtottak segítséget az emlékmű felállításához. Aztán utána sikerült egy délkelet-pesti település református gyülekezetével megállapodni, és a szokásos módszer szerint közterületen, de mégsem közterületen, mert egy templomkertben felállítani ezt a kopjafát. Ez azért fontos, mert, és azért volt fontos, mert gyakorlatilag ez az egyetlen olyan emlékhely, ami ma Vasvári Pál emlékét Budapesten őrzi. Közadakozásból, a helyi polgároknak az adóforintjaiból gyűlt össze a posztamenst, és Körösfő városa, Körösfő települése és a környező falvak adakozásából pedig egy hatalmas 4 méter magas kopjafa, aminek a súlya több mint 2 tonna adta azt a végleges emlékművet, amit sikerült a 160. évfordulón, halálának 160. évfordulóján felállítani. Miért is mondtam el, és mi is adja az aktualitását ennek a történetnek? Az aktualitását az adja, hogy 3 héttel ezelőtt az országgyűlés elfogadott egy olyan törvényt, amelyik Budapesten megváltoztatja az emlékmű állításra vonatkozó jogszabályokat. Ez azért nagyon fontos, mert végre elértük azt, hogy talán így Budapesten a saját maguk által állított, saját maguk, a közösségek tudnak maguknak emlékhelyeket állítani, nincsenek rászorulva arra, hogy egy magasabb, fölsőbb hatalom befolyásolja ezt, és akadályozhassa ezt meg. Saját pénzből, saját erőből, saját aktivitásból végre elértük azt, hogy saját magunk tudunk dönteni a saját sorsunkban. Talán ez volt az egyik legfontosabb, számomra az egyik legfontosabb törvény, ami megváltozott az utóbbi időszakban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nem tudom, államtitkár a kormány nevében kíván válaszolni, úgy felpattant. Hogyha nem jelezte, akkor megköszönöm a mai ülésünk munkáját, tisztelt országgyűlés. Ma reggel 10 órakor folytatjuk az országgyűlés kezdetét. Jó éjszakát, kellemes pihenést és holnapi sportolást kívánok mindenkinek. Jó éjszakát, szia! Jó éjszakát!